Műteni kell Polgár Tünde szemét. A feleségek luxus kivitelben sztárjának veszélybe került a látása. Rengetegen bántják az interneten Polgár Tündét, ugyanis a feleségek luxus kivitelben sztárjának az utóbbi időben feltűnően megváltozott a tekintete. A nézők és a rajongók persze azonnal kiszúrták, hogy Tünde szinte mindig kunyorog a jobb szemével. A luxus feleség nem titkolózott, elárult a lapunknak, hogy mi ennek az oka. A családi legendárium szerint, amikor kislány voltam, rengeteg időt töltöttem a nagypapám kocsmájába, és egyszer, amikor az asztal alatt négy kézláb másztam, valaki belehamozott a szemembe. Hogy ez tényleg így történt-e, nem tudom, de így mesélik a felmenőim. Kezdte a lapunknak Tünde. A Viaszat 3 reality-ének sztárja hosszú évek óta küzd azzal, hogy jobb szemére folyamatosan romlik a látása, kontaktlencse nélkül semmit nem lát, ám hogy ennek mi a valódi oka, még nem tudja. Itthon még nincs olyan műtét, amely ne lenne egy nagyon kockázatos vagy biztos eredményt ígérne. Az orvosommal folyamatosan nézzük, hogy mennyire romlik a látásom, és egyre erősebb lencséket ír fel nekem. Szinte már a legerősebbet használom, hiszen enélkül gyakorlatilag semmit nem látok a jobb szememre. A hunyorgás is attól van, hogy folyamatosan erőltetem a jobb szememet, míg a másik, azaz a bal, amellyel tökéletesen látok, eltunyult és kigúvad. Magyarázta Tünde, aki azt is elárulta, hogy ébredés után a nap elején még nincs nagy különbség a két szemem mérete között. Sajnos mostanában nem mehettem szemorvoshoz, ezért nincs újabb kontaktlencsém, ami kicsit aggasztó, hiszen így csak tovább romlik a szemem állapota. Lassan haladok afelé, hogy erre az oldalra elveszítsem a látásomat, mondta érezhető aggodalommal a hangjában Tünde, aki az éles nyelvű kommentelők a görög mitológiai egyszemű szörnyei után Kyklopsznak csúfolnak. Ez annyira nem visel meg, az előző évadban azért bántottak, mert kövér vagyok. Most pedig anorexiás, és ráadásul Kyklopszhoz hasonlítok. A friss képeken azonban látszik, mintha nem lennének egyformák a szemei. Tündének az egyik ismerőse ajánlott egy külföldön már bevett eljárást, amellyel megmenthetik a szeme világát. Úgy tervezi, amint lehet, felkeresi az amerikai professzor. Remélem az operáció segíthet, hogy miként nézek ki, másodlagos, jelentette ki. A kor előrehaladtával amúgy is változik az ember arca, ha megelégelem a kinézetemet, plasztikai sebészhez fordulok. Botox a szép tekintet. Polgár Tünde elfogadta, hogy rövidlátó, ám korábban próbált tenni az ellen, hogy ez az arcán ne látszódjon. Volt, hogy az orrnyárigembe fecskendeztek botoxot, de ez nem nyújtott hosszú távú megoldást, úgyhogy amíg nem muszáj, nem szeretnék ezzel újra próbálkozni. Ismerte el a Blicknek Tünde. Nektek mi a véleményetek erről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.